Jó napot kívánok, ez a Sopron TV, és benne a Mozaik. Mai adásunkban egy izgalmas és érdekes hétvégi programról fogunk beszélgetni, méghozzá a Denevérek éjszakájáról, hogy mi is ez pontosan, mi a célja, és hol lesz erről. Kérdezem mai vendégemet, Kugler Pétert, a Fertőhanság Nemzeti Park őrszolgálat vezetőjét. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, én is üdvözöllek! Miről is szól ez a Denevérek éjszakája? Nagyon izgalmasan hangzik, főleg azért, mert hogy ez tényleg egy éjszakai, egy esti program. Igen, augusztus utolsó hétvégéje, már immáron 10. éve egy számunkra nagyon kedves időpont, ekkor randiztatjuk a denevéreket a nézőközönséggel. Maga a rendezvény nem a mi ötletünk, ezt mi egy nemzetközi egyezménytől, nemzetközi porondról vettük. A Bat Night immáron lassan 30 éve zajlik a Eurobat szervezésében, ehhez a programhoz csatlakoztunk mi, mint Fertőhanság Nemzeti Park, és idejében 9. alkalommal rendezzük meg ezt a éjszakai kis programunkat Fertődi Léserdőben. És ez mindig nagyon népszerű, így van ez idén is. Úgyhogy egy rossz hírt kell a nézőknek mondanunk, hiszen mire ez a beszélgetés elkezdődött, addigra beteltek az utolsó helyek is, így az ideire már nem lehet jelentkezni, de ettől függetlenül mi most elmondunk minden érdekességet erről az állatfajról, mert hogy miért is tartják meg akkor világszerte ezt a denevérek éjszakáját. Ugye maguk a denevérek, azok mindig egy ilyen hányattatott sorsú fajok. Nagyon sokan nem ismerik őket, nagyon-nagyon régóta küzdenek negatív diszkriminációval, ugye a sátán állatának hívták nagyon-nagyon sokáig a denevért, és viszont egy nagyon érdekes, számunkra kifejezetten érdekes állatfaj, a természetvédelem szempontjából meg egy kiemelt, megkülönböztetett érdekességgel bíró állatfaj. Őket próbálja kicsit közelebb hozni az emberekkel is. A legtöbb rendezvényünk végére, hogyha netán még kézbe is tudunk denevért mutatni, akkor általában mindenki megnyugodik és mondja, hogy nem is annyira szörnyűek, nem is annyira borzasztóak. Általában a cuki és a milyen aranyos felkiáltásokkal szokott a nézőközönség távozni. Miről is szól ez a rendezvény? Ugye este 8 órakor kezdődik, tehát nagyjából már sötétedés tájékán. Hogyan zajlik majd ez az este? Évek óta egy megadott forgatókönyv szerint tartjuk ezeket a programokat. Van egy rövid előadás, amelyben érdekességeket, illetve a denevérekről szóló általános információkat prezentálunk, osztunk meg az érdeklődőkkel, és utána pedig a denevéreknek a hangjaiba, az éjszaka hangjaiba engedünk egy kis bepillantást denevér detektorok segítségével, majd pedig következik az est fénypontja, hogy a hálóban fogott denevéreket próbáljuk meg bemutatni a érdeklődőnek, abban az esetben, hogyha a hálóba kerülnek denevérek, ez mindig egy ilyen izgalmas számunkra is, izgalmas dolog, hogy vajon ma éjszaka a denevérek is együttműködnek-e velünk. Test közelből látni denevért miért különleges? Egyébként egy rejtőzködő állat, tehát nagyon nehezen lehet őket azért ennyire közelről megtapasztalni, meglátni, vagy esetleg meg is érinteni. Nem tudom, hogy erre lesz-e lehetőségük a látogatóknak. Hát az érintése nem lesz lehetőség, ennek járványügyi okai vannak, illetve hát a denevérek harapósak, néha olyan harapós kedvükben is vannak. De test közelben a denevért látni azért érdekes, a legtöbb ember látott denevért. Ha kimegyünk most Sopronba este 7-8-9 fele, vagy a Jerevánra, akkor nagyon gyakran lehet látni, hogy a lápák körül köröznek a denevérek. És de annyira gyorsan, hogy szinte fel se foghatunk. Csak egy ilyen fekete árnyakat látunk elsőn, hogy valaki a főtérre kiment, Sopron főtérre, ott is nagyon gyakran lehet látni, hogy a megvilágításokban denevérek cikáznak az éjszakába. Viszont látni őket közelről, megmutatni azt, hogy milyen kis törékeny állatok ezek a denevérek, hogy igazából ilyen kis szőrmókok, ilyen kis plüss állatok valójában, hogy ez milyen, ezt ugye csak kézből tudjuk megtenni. Ez külön érdekesség, hogy a denevéreket mi nem halljuk fülünkkel, szabad fülünkkel, hiszen ezek az ultrahang tartományban tájékozódnak, és illetve egymás között ebben a tartományban kommunikálnak. De ezt is szeretnénk megmutatni a látogatóknak, hogy nagyon-nagyon kifinomult érzékekkel rendelkező állatokról beszélünk. Miért hasznos állat a denevér? Ugye azt említetted, hogy megosztó állatfajról van szó, vagy valaki nagyon szereti, vagy irtózik tőle, de hát a természetvédők régóta próbálják arra felhívni a figyelmet, hogy azért ők egy nagyon hasznos állatfaj. Igen, hát denevérek az egyik legnagyobb rovarpusztítók. Az ökoszisztémában emiatt kiemelt helyük van, mind az erdei, mind pedig akár itt az élő, az emberek környezetében, az árosi struktúrában. Ugye azt mindig el szoktuk mondani, hogy a törpedenevér, ami az városokban igen gyakori, egy óra alatt akár 1000 szúnyogot is megeszik.
ezzel aztán nem lehet vitatkozni, hogy ők a legjobb szúnyogpusztítók, de egy erdei ökoszisztémában is a denevéreknek nagyon-nagyon fontos szerepük van, azzal, hogy rengeteg károsító lepkét elfogyasztanak egy éjszaka során, az erdőnek az életét, az erdő egészségét ők szavatolják. Hogy áll az ő egyet számuk, a populáció, mennyire veszélyeztetett állatok ők, és mennyire kellene vigyázni rájuk, egyáltalán hogyan tudunk vigyázni rájuk? Maguk a denevérek, tehát a magyarországi 28 faj mindegyike védett, illetve fokozott védettséget kaptak, illetve nagyon sok natura élő faj is található a denevérek között. Mindegyik denevérnek a életmódjából, illetve a rovarfogyasztásából adódóan veszélyeztetett státuszban vannak. Ugye egyrészt a rovarállományok is csökkennek, az erdőkorosztályok is változnak, és emiatt maga a denevér védelem is egy kihívásokkal küzdő tevékenység. Hogyha például egy épületlakó denevért szeretnénk megóvni, akkor nem elég csak az épületet, a templomot, a kastélyt, a lakóházakat megvédeni, hanem a táplálkozó ivóhelyeket is ugyanúgy védenünk szükséges, és ez egy elég nehéz, komplex feladat. Maga a fajokra áttérve, már különféle denevéreink vannak. Vannak, akik jól tudnak alkalmazkodni a nyújtott környezethez, valakik kevésbé. Azok a fajok, amelyik fokozottan védett helyeket szeretnek, hát nekik az egyedszámok az elmúlt időszakban nagyon lecsökkent, és vannak olyanok, akik sikersztoriként élik meg ezt az urbanizációs folyamatot, ami zajlik. Van, akik a globális felmelegedést is a saját kenyerükre fordították, úgyhogy ezért érdekes a denevérvédelem, mert mindig tanul az ember újakat. Természetvédelmi szakemberként mi mindent lehet tudni a denevérekről, úgyhogy most már nagyon sok mindent elmondtál róluk, de szakemberként hogyan kutatjátok ezt a fajt, és mi minden új információt tudtok meg? A denevéreket mi az erdők védelmében nagyon jól tudjuk hasznosítani. Ezt szakkifejezéssel ilyen esernyőfajnak hívják. Tehát, hogyha van egy erdőnk, ahol nagyon jó a denevér állomány, nem az, hogy sok denevér van, hanem sokféle denevér található, akkor mi abból tudunk arra következtetni, hogy az erdőkben történő természetességi folyamatok hogyan állnak. És hogyha azt látjuk, hogy ezek a jó fajok ott vannak, akkor az valószínűleg egy jó állapotú erdő, egy egészséges erdő, egy öreg erdő lehet. Számukra hatalmas adatértékkel bír, maga az erdő struktúrának, az állomány adatoknak az ismeretében meg tudjuk ezeket óvni, védeni. Illetve hát maga a fajoknak a megóvása is egy nagyon fontos szerep a számunkra, tehát biztosítani a jövő generáció számára, hogy ezek az állatok fönnmaradjanak tartósan, és mondjuk 50, 60, 200, 400 év múlva is köztünk ugyanúgy repkedhessenek, ez egy nem kis kihívás. De ez nagyon érdekes egyébként, ez hogy működik egy gyakorlatban? Hogyan tudjátok felmérni, hogy mennyi denevér él egy adott erdőben? Erre a felmérésre speciális eszközöket használunk. Ugye, hogyha meg kell fogni egy denevért, az elég trükkös dolog, erre speciális denevérfogó hálókat tudunk használni, amiket olyan helyekre feszítünk ki, ahol elméleteink alapján nagyon nagy számban tartózkodnak a denevérek, erdei utakon, tavak környezetében, erdei kis tavak vizálásoknál, illetve hát bárhol, ahol előfordulhatnak nagy számban denevérek. Hogyha viszont nem szeretnénk az állatokat megfogni, csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen denevérek élnek az adott erdőrészletben, erre ultrahangdetektorokat használunk. Ezek kicsi mikrofonok, akár ilyen kis tenyérnyi elektronikus eszközök, vagy nagyobb ilyen kis téglányak, ezeket fákra elhelyezve, az éjszakai hangunkat begyűjtve, rögzítve, utána ezeket számítógépen kielemezve meg tudjuk mondani, hogy milyen denevérek fordultak el az éjszakán. Ez egy nagyon jó módszer, így nem zavarjuk az állatokat, nem stresszeljük őket, hogy megfogjuk, aztán ott a maceráljuk őket. Úgyhogy ez egy nagyon széles körben alkalmazott és használt módszer, és nagyon nagy mennyiségű adatot lehet belőle kinyerni. Említetted azt a fajtát, amelyik itt él a városban velünk és köztünk. Velük mi a helyzet, rájuk mennyire kell vigyázni, vagy hogyan tudunk mi egyáltalán vigyázni rájuk? A denevérek közül több faj is nagyon szívesen választja az ember közelségét. Ugye nagyon sok hívás érkezik hozzánk a Nemzeti Parkhoz, hogy jaj, segítség, beköltözött a denevér a házamba, mit tegyünk. Mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy a legjobb az, ha semmit. A denevérek nem bántják az embereket, különös olyan veszélytényező, az ember és a denevér között kialakulna nincsen, és mi azzal talán picit tudunk is segíteni nekik, hogy egyszerűen békén hagyjuk őket. A legnagyobb probléma általában a denevér kakinak a megjelenése. Ugye egy nagyobb kolónia alatt jelentős mennyiségű ürülék tartózkodik, ezt egyszerűen elsöpörve, a földre lesöpörve mindenféle problémát megoldhatunk. Maguk az állatok nem jelentenek veszélyt az emberre.
Hol szeretnek élni ezek az állatok, amelyek a városhoz kötődnek, tehát hol fordulnak elő leggyakrabban? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sok tapasztalatunk gyűlt is az elmúlt 10 év alatt, hogy hol fordul elő, de nem bárhol. Tehát van egy külön faj, amit most kiemelnék, hogy úgy hívják, hogy fehérszínű törpedenevér. Nagyon érdekes faj. 1993-ban fogták az első magyarországi étett Keszthelyen, és azóta ez a törpe denevér berobbant az egész országban. Manapság, hogyha valaki fölhív minket, hogy jaj, segítsek, denevér van a házamban, 90% hogy ez a fehérszínű törpe denevér lesz az. Bárhol meg tudja lenni, postaládában, repedésben, gerenda mellett, világítótestben, szinte bárhol felüti a tanyáját. Egy kis veszélytelen kis 10 centis kis denevérről van szó. Nem nagy kolóniában, 10-15 állat él egy kolóniában. Viszont nagyon szívesen választja a városi környezetet. Eredeti élőhelyén ő sziklafalakban költ. A sziklafal repedésekben behúzódik, és akkor ott tengeti a napjait. Hát neki az épített környezet nem más, mint egy nagy sziklafal, és a magyar építőipar teszik arra, hogy rengeteg repedés legyen ezekben a sziklafalakban, úgyhogy ő tényleg bárhol meg tudja lenni. És nem jelent veszélyt, ahogy... És nem jelent veszélyt semmi. A szúnyogokra nagy veszélyt jelent. Az pedig csak jó mindannyiunk számára. Kugler Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek köszönjük a figyelmet. Érdemes egyébként figyelni a Fertőanság Nemzeti Park különböző internetes felületeit, hiszen aki időben észleli ezeket, az időben tud regisztrálni például egy ilyen eseményre is, és részt tud venni a szombat este 8 órakor tartandó denevérek éjszakáján. Ezt a beszélgetést egyébként megtalálják és visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!